Sziasztok! A mai alkalommal a rajzi segítségekről fogok röviden beszélni. A rajzi segítségek, amelyek lehetővé teszik a pontos rajzolást, az autocad hasonlóan a NanoCAD-ben is az állapot soron találhatóak meg. Az első ilyen funkció a Snap. Ha bekapcsoljuk, és elindítunk egy rajzi parancsot, például vonalat szeretnénk rajzolni, akkor egyből megérthetjük a funkció működését, ugyanis egy négyzetháló rács szemein fog mozogni a szárkereszt. Ez azért hasznos, mert így koordináta helyesen tudunk vonalakat egymáshoz illeszteni. Sokkal szemléletesebb ez az egész művelet, ha bekapcsoljuk mellé a grid funkciót is, hiszen ekkor a négyzetháló vizuálisan is megjelenik. Természetesen a Grid és a Snap funkció egymástól függetlenül is használható, azaz, ha kikapcsoljuk a Snap-et, akkor a Grid bekapcsolva marad még, és bárhova tudunk klikkelni az autókeden belül az egérrel. Természetesen mind a két funkció teste szabható, menjünk rá valamelyik gombra, nyomjuk meg a jobb egérgombot, és válasszuk ki a helyi menüből a Setup feliratot. Ilyenkor megjelenik a rajzbeállítás ablak, és a Snap and Grid fülön belül tudjuk a Snap és a Grid funkciót testeszabni. A legfontosabb, hogy meg lehet adni rajzi egységben, hogy milyen kiosztást alkalmazzunk X és Y irányba. A következő rajzi segítség az Object Snap, a Tágyraszte, aminek a segítségével egy új rajzenemet meglévő rajzenemek nevezetes pontjaihoz tudunk illeszteni. Azaz olyan pontokat keres ki a nanoked a rajzenemeken, amelyek a geometriai szerkesztés szempontjából különösen fontos vagy hasznos. Ilyen ugye a végpontok, vagy például a felezőpontok is egy-egy rajzenemen, vagy a metszés pontok hogy milyen object snap pontot keresen a noked, az annak a függvénye, hogy mi van bekapcsolva. Itt is válasszuk ki a helyi menün a Drafting Settings menüpontot, ahol az Object Snap fülön be tudjuk kapcsolni azokat a raster amelyeket szeretnénk, hogy megkeressen nekünk a nanoket. Legyen most ilyen a Midpoint, amit ugye szeretnék megtalálni, vagy például a melőleges. Leokézom, elindítok egy vonalajzenemet, és láthatjuk, hogyha egy végpont közelében vagyunk, megjelenik az, az ikonja a rasterpontnak, és a felirata. Most megtalálja a midpointot, a felező is, és hogyha ügyesek vagyunk, egy adott ponton a merőlegest irányt is megtalálja számunkra, vagy a merőleges pontot a nanoked. Erről nem szeretné többet beszélni, mert az autocad megtanultak, itt is alkalmazhatóak, jobb egérgomb az O-Snap gombon, és a helyi menüben dinamikusan lehet kibekapcsolgatni, hogy milyen pontokat szeretnénk, hogy keressen nekünk az autóked, vagy nem. Térjünk rá, a o track funkcióra, ez a tárgyalasztel követés. Ugye itt arról van szó, hogyha rajzolunk egy ábrát, és ennek a téglalapnak a középpontját szeretnénk kiszerkeszteni, akkor nincs szükség feltétlenül segédegyenesekre, hanem meg tudom mutatni azt a nanokedbe, hogy ha rámegyek egy felezőpontra, ugye visszakapcsolom a midpointot, Megjelenik egy zöld X rajta, ami követi az adott pontot. Rámegyek a másik felező pontra azt is követem, és akkor a két követett pontból induló szerkesztő egyenesek kimetszenek egy középpontot amit kerestem. Tehát a tárgyas követés is nagyon hasznos, ennek egy jellegzetes alkalmazása, hogy bekapcsolom az ortó funkciót is, ugye, ami az F8 funkció billentyűvel működik, az autókedben megszokottakhoz képest, tehát, hogyha elindítok egy vonalparancsot, és húzok az ortóval egy visszintest, akkor az húzok egyik végpönbe egy másik egyenest, ami a vízszintes egyenesünkre mellőleges, akkor például a tárgyalszer követése meg tudom oldani azt a feladatot, hogy hogyan tudjak az egyenes középpontjából úgy indítani egy új egyenest, hogy pontosan akkor legyen, mint az előző függőleges egyenesen. Erre a tárgyalszer fogom használni, mégpedig úgy, hogy indítok egy egyenest a középpontból, megmutatom neki ezt a pontot, ezt fogja követni a térbe, és szépen már is tudok klikkelni, biztos lehetek, hogy az így megszerkesztett egyenesem ugyanolyan magas lesz, mint aminek a végpontját követem a tárgyasztel követés funkcióval. Ez egy elég gyakori módja, vagy esete a tárgyasztel követésnek. Ugye az ortót már bemutattam, és akkor még megmutatom a poláris funkciót, ami ugyanúgy működik, mint az autókedben, Adott szög növekményekkel szerkesztő, vagy hát vetítő sugarakat indít, egyeneseket indít a nanoked, és ha megvan a kívánt irány, mondjuk a vízszintes, már csak a hosszát kell beírni, mondjuk 100 ajzi egység, és már is elkészült. A polárist, azt ugye ugyanúgy teste tudjuk szabni, legyen most, hogy 30 fokot keres, elindítunk egy line parancsal egy egyenest, megkeresi a 30 fokot, ugye 60-at is megtalálja, 30-at is, azt mondjuk, hogy legyen 100, innen is indítunk egy 30 fokosat, ennek is a hossza mondjuk legyen 100, és akkor szépen ugye meccés pontra hozva a egyeneseket ki tudtunk szerkeszteni mondjuk egy ilyen tetőt vagy háromszöget. Alapvetően megtaláljuk tehát a tárgyasztelt, a tárgyasztelkövetést, a polázist, az ortót, a, a hálót, ugyanúgy, mint az autókedben. Ami még itt megjelenik, az egyrészt a SV, ami ugye a Line Width Showing funkció, tehát a vonalvastosságot jeleníti meg valamint az SH található még a Nanoked ezen verziójába, ami a saffozásokat kapcsolja ki a rajzon belül. Ez lett volna röviden a Nanokednek az a bemutatója, ami nem arról szólt, hogy részletesen átmut, bemutassam, hogy ezek a funkciók hogyan működnek, azt az autókedes videóimban meg lehet nézni, hanem azt mutatta meg, hogy hogyan lehet azokat a funkciókat használni a NanoCAD 5-ös verziójában, ami egy ingyenes szoftvert, és a 2D szerkesztés legtöbb feladatát tökéletesen meg lehet oldani vele. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, sziasztok!